Sziasztok, jó reggelt! Hoztam ma nektek egy újabb vlog videót, úgyhogy ha érdekelt titeket, akkor mindenféleképpen tartsatok velünk! Ma itthon van a Tomi, úgyhogy el szeretnék menni ajándékot nézni. Igazából 10:30 körül keltünk, és már volt itt a futár, mert anyukámnak online rendeltem az ajándékját, és már kihoztam, úgyhogy örültem neki, és már el is ment innen, ahol mi lakunk. Úgyhogy ma vagy este fele visszahozza, vagy majd holnap reggel. Úgyhogy örültem neki. Rendeltem a napokban Lettinek a hádából ruhát, mert szeretem a hádás ruhákat. Kicsit nekem drága, de viszont jó minőség, úgyhogy most beruháztam rá. Az nem tudom, hogy mikor fog megjönni. Rendeltem magamnak egy másik elektromos fogkefét, mert ugye rendeltem az Emagról, de 2 hónapja nem érkez. De hogy itt senki nem volt, az is biztos. Úgyhogy én ugye általában itthon vagyok a Lettivel, szóval semmilyen üzenetet nem kaptunk a postaládába, hogy itt volt a futár. Úgyhogy mindegy, rendeltem egy másikat. És én eléggé világos bőrű vagyok, főleg most így a kamera beállításon nem világosítok, ugye, mert nem valami jók mostanában ugye a fények, mert eléggé sötét van odakint. És rendeltem magamnak önbarnítót, mert én eddig szoliba jártam, de az a szolizás az se olyan éveken keresztül, hanem max. Egy hónapban elmentem, vagy 3-szor, de igazából nem nagyon szoliztam életemben. Önbarnítozni meg aztán főleg nem, de most úgy voltam vele, kipróbálom. Rendeltem a Notin oldaláról egy önbarnítót, egy ilyen kesztyűt, és egy ilyen bőrradírt, azt pedig a DM-be néztem ki magamnak, ilyen tusfürdős bőrradír, mert én általában bőrradírozni mindig fürdéskor szoktam, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor ezt most megnézzük, viszont online nem akartam megrendelni, hanem inkább úgyis megyünk be a városba, úgyhogy majd benézünk a DM-be. És tegnap befestettem a hajamat, ahogy az előző vlogban láthatatok, hogy milyen festéket vettem. Legutóbb is olyannal festettem be a hajamat, és azt tudta leszedni a vöröset véglegesen. Van itthon egy csomag ilyen kakaós csiga, azt beraktam a sütőbe, azt fogjuk reggelizni. És vettem magamnak pár ilyen basic pólót a New Yorkerbe, mert már nem volt nagyon pólom, úgyhogy gondoltam, hogy veszek magamnak. Megérkezett még egy ilyen vises rendelésem a filléres napon, ugye minden hónapban vannak ilyen dolgok, amit nagyon olcsó lehet beszerezni. És én szoktam venni ilyen black maskot, ami jó szokott lenni. És már elfogyott, gondoltam, hogy rendelek egyet. Hát eléggé összement a csomagolás, na mindegy. És lehetett ilyen autóra ilyen matricát csináltatni, én csináltam egy ilyet, bár ebből nem sok látszik. Egy ilyet, 2-t kértem, szerintem már nem lehet, vagy nem tudom, azt hiszem 6-ig lehetett, úgyhogy nekem most jött meg. Ugye az van rá, vagy Letti a kocsiban, és akkor anya, apa, meg én, de igazából mindenki gyerek figura volt, tehát próbáltam ilyen hasonlót, mint ahogy mi kinézünk, aztán ez sikerült. 2-re, de nem tudom, hogy a Tomi föl fogja rakni az autójára. Én nekem megjött a visses ilyen matricám, úgyhogy 2 lenne rajta, nem tudom, még meglátom, mert az ilyen nagyon
nem a legjobb minőséget kaptam most legutóbb, na mindegy, nem is szólok érte, mert már nehogy szóljanak, mert hogy szólok. És a Lettinek már ma nagyon nyűgös napja van. Mindjárt kész a kakaós csiga, aztán lassan megyünk be a városba ajándékot nézni. Végeztünk a boltba, megvettem amit szerettem volna, benéztünk a Maxbe, vettem a Letty Manok ilyen kis pici papucsot, majd megmutatom. Most ott, ami bement a Pixibe, aztán megyünk haza. Meg a Letty most filmet néz, úgyhogy megmutatom, amit meg akartam nektek mutatni. Ezt a kis minimanó kis papucsot vettük a Lettynek, igazából ez egy kínai kis papucs, szóval nem egy márkás, de igazából úgy pikpak ki fogja nőni, tehát felesleges neki venni ilyen drágábbat, úgyhogy ezt vettem, és a DM-be ugye vettem egy ilyet, amit szerettem volna. Ugye ez egy ilyen tusfürdős bőr a dirdinnye illatú, 200 milliliteres, úgyhogy ebből vettem kettőt, és szerettem volna már egy ilyen, hát nem tudom, hogy mondjam el, egy ilyen sarok reszelőt. Ugye van az a másik fajta, hát 11 ezer forint, mondom, én annyit nem adok ki rá, plusz a fej, még majd az majd 5 ezer forint, jó, lehet, hogy jó, de az is szerintem drága. És szerettem volna már egy ilyen tiszolót, úgyhogy vettem egy ilyet, majd meglátjuk, hogy milyen lesz, többet nem is akarok róla beszélni. Tomi meg a Letty most néz egy filmet, én most egy kicsit összetakarítottam, meg lassan akkor reméljük, hogy jön a futár, és hozza anyukám ajándékát. Vettem még egy ajándékot anyukámnak, úgyhogy nem mutatom azt meg, mert nem nézi a vlogjaimet, de azért ki tudja, úgyhogy azt nem mutatom meg. Megnyomtatottam ki képeket a Lettyről, hát nagy része, amit Instagramra fel szoktam rakni, szóval újat nem mutatok, és már elég sötét van, szóval ez a nap ez elment eléggé, mert így is későn keltünk föl, meg későn is aludtunk el, mert a Letty megint nem akart aludni. Most kipróbálom azt, hogy nincs délutáni alvás, mert ha van délutáni alvás, akkor éjszaka nehezebben alszik el. És tegnap is 14-15 körül leraktam ugye aludni, és 17-ig aludt, 17-18, már úgy hinkeltettem fel, olyan 17 körül, hogy akkor most már keljünk fel. És ezáltal így éjszaka nem akar nagyon aludni, most is ilyen 23 körül aludt el, ami azért nem egy jó. És ugye 10-ig aludt reggel. Szóval most kipróbálom azt, hogy nem alszik délután, ugye most kéne aludnia, de ugye nem alszik délután. Lehet, hogy egy kicsit nyűgösebb lesz, mert azért kéne neki délután egy alvás, de egyszerűen éjszaka nem alszik ez miatt, és én nem akarok hajnalokig, hát jó, nem hajnalokig, de nagyon sokáig fenn van, és ez miatt mondom, később is kell. Ezáltal azért most már lassan kialakul neki egy napi rutinja, és hogyha most ehhez szokik hozzá, akkor valószínűleg óvodás korában már nehezebb lesz átállni, úgyhogy fogalmam sincs, nem tudom. Úgyhogy megpróbáljuk azt, hogy most már nem alszik, és ezáltal éjszaka el fog aludni, de meglátjuk, hogy milyenek lesznek a napok, aztán lehet, hogy ez teljesen meg fog dőlni, és nem fogom ezt a módszert használni. Nem tudom őszintén, mert múltkor megkaptam egy kommentbe, hogy ne csodálkozzak, hogyha a gyerekem nem alszik este, hogyha ilyen későn altatom el. Hát jó, igazából az én gyerekem, tudom, hogy milyen, én vagyok vele 0-24-ben, próbáltam elaltatni előbb, nem lehet. 15-kor
vettem észre rajta mindig, hogy így fáradt, álmos, nyűgös, és akkor leraktam aludni, és aludt egy 2-3 órát, van, hogy 30 percet, de van, hogy 3 órát. Úgyhogy előtte bármit csináltam, nem aludt el. Vagy megpróbálom azt a módszert, hogy lerakom 15-kor, és akkor 16-ig alszik. Egy órát körülbelül alszik, és akkor mégis van egy délutáni alvása, és mégse aludt olyan sokat, hogy este ne aludjon el. Úgyhogy nem tudom, még kitapasztalom, ma már nem alszik, mert ugye voltunk a városban, és akkor ugye aludt a kocsiba egy fél órát, úgyhogy most játszik. Tehát ma már felesleges lenne lerakni aludni, mert akkor este tényleg nem aludnánk, meg valószínűleg most ő úgyse akarna aludni. Most mindenki ezt a vlogmaszt tolja, és én gondolkodtam rajta, hogy kéne idén, de aztán végül is nem jött össze. Meg nem is akkor gondoltam rá, amikor kellett volna. De jövőre lehet, hogy megpróbálom, de viszont ugye lassan szeretnénk a Lettinek kis tesót, szóval nem tudom, hogy hogy lesz egyáltalán, mert azért napi szinten videózni, főleg, hogyha már az embernek két gyereke van, mert addigra már vagy terhes leszek, vagy meg lesz a Letti kistesója, nem tudom, mert lassan szeretnénk kistesót. És lehet, hogy nem fog akkor se összeérni, még meglátom, hogy mi lesz. Igazából ez az egy hetes videózás, amit legutóbb nektek videóztam, az nekem is tetszett. Azóta látjátok is, hogy több tartalmat rakok fel, így heti szinten, 2-3 naponta általában mostanában van videó, aminek remélem, hogy örültök, meg igazából nekem is mindig van kedvem hozzá, nem a heti egy videóhoz, mert nem tudom, most úgy nem áll rá az a heti egy videó, hanem inkább szeretnék többet. Meg mostanában ugye Letti is el van, viszont ma nagyon nyűgös volt, most már annyira nem, de reggel nagyon nyűgös volt. Valószínűleg jön felül két foga, itt oldalt. Már az alsó kettő rágófoga kijöttek, és felül nem bújt ki, vagyis hát eddig még nem vettem észre, de látom, hogy ott van neki két fog, úgyhogy valószínűleg azért nyűgösebb egy kicsit mostanában. Aztán igazából nem is beszélek tovább, mert sokat beszéltem így is. És hogy megígértem nektek, mindegyik vlogba megmutatom nektek a Disney-s könyveket, ami nekünk ugye megvan. Még ezen kívül van kettő, aztán az utolsó két könyv még nem érkezett meg. Valószínűleg az már jövő hónapban fog, mert szerintem minden hónapban érkezik egy, vagy nem tudom, hogy van. Viszont akkor megmutatom, ami nekünk most megvan. Megvan nekünk a Dumbo, amit őszintén szólva szánok bánok, de én nem ismerem ezt a mesét. És ugye az Aladdin. Most nem felejtettem meg kikapcsolni. És akkor mutatom a Dumbót. Dumbo. Egy csodálatos, csillagos éjszakán gólyák hosszú sora repült az égen. Újszülötteket vittek a cirkuszban élő leendő anyukáknak. Egy kenguru bébit kenguruéknak, nagyszemű zsiráf bébit zsiráféknak, végül pedig egy nagyobb bacska batyut Bellának, az elefántnak. A batyuban egy tündéri kékszemű elefántborjú volt. Egyszer csak eltüsszentette magát, és a fülei, azok a hatalmas, óriási fülei szétnyíltak. Hát nem murisak, gúnyolódott az egyik elefánt az óriási füleken, és a többiek is neve. És akkor az Aladdin. Aladdin. A végtelen sivatagban, nem messze Agraba városától, két sötét alak közeledett egy tigris fejet formáló sivatagi barlang bejáratához. Egyikük magas volt, fekete ruhát viselt, és egy ravasz tekintetű papagáj ült a vállán. A másikuk egy tolvaj volt, akit Gazinnak hívtak. Végre, oly sok évnyi kutatás után, a kincses barlang, kiáltott fel a fekete ruhás alak.
Fénysugarak törtek elő a varázserejű aranybogárból. Kilenc óra van, úgyhogy itt lezárom ezt a vlogot, nem lett annyira tartalmas, ne haragudjatok, de most ez a nap sajnos így jött össze, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek, és találkozunk a következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!